Dynamo DM itt hangfalak beszámolója után ugye a következő lépcső nyilván az Evók lenne, de azokkal évekkel ezelőtt már foglalkoztam. Az annyira nem hozott engem izgalomba egyébként, mint amennyire most az Evók, meg amúgy a nagyobb példányok. Úgyhogy nem tudom, hogy velem van-e a baj, vagy ez ennyire nem nekem szól az Evók, vagy csak nem jó rendszeren hallottam, nem jó szobába az otthoni nagyobb térbe, nem tudom. Lehet, hogy majd egy újabb kör evókozást fogok csinálni a mostani erősítőimmel, meg cuccaimmal, lehet, hogy ez volt a baj, hogy nagyon más volt a lánc. Fene tudja. A lényeg, hogy most ezt egy kicsit skippeljük, és megjött a következő kettő lépcsőfok, a Dynaudio-nak a Special 40 hangfala, illetve a Contour 20i, ami meg már cirka 2 millió forintba kerül, a Special 40 pedig 1 millió 2. Szóval a kettő között 8000 forint van, nyilván erősen az Emit széria fölött van mind a kettő modell, illetve az Evokok fölött is. Ami nagyon érdekes és ilyen elsődleges tapasztalat, amit meg tudok osztani, hogy a Contour 20i-vel kezdtem. Na most a Contour 20i az hát erősen a high-end világot képviseli, mind építés, súly, kivitel, meg hangminőség szempontjából. Egy végtelenül transzparens, semleges, szép, áttetsző és nyugodt hangzást kapunk. Dynaudio-s kis DNS szerintem benne van, ami ez a kis nyugodtság, amit áraszt, tehát nem kiabál, nem másik bele az arcodba, hanem szépen előtted szétterül az a színpad, ami. Erről majd részletesebben később beszélek, mert nyilván egy csomó minden meg kell még ezt hallgatnom, hogy egy mérvadóbb ilyen véleményt tudjak alkotni. Viszont közvetlenül ezután kibontottam a Dynaudio Special 40-t, ami kapcsán volt egy kis félelmem, hogy hú, hát most a 2 millióset kibontom, nyilván az durvábban fog szólni, mint az 1 millió 2-es, és akkor most akkor hogy fog az nekem tetszeni közvetlenül a drágábbik után. Kibontottam. Egyrészt a külseje, lehet, hogy már is közre játszik, nem tudom, az majd kiderül, hogyha egy kicsit több időt használom, de a külseje ennek a Special 40-nak, hát az valami gyönyörű. Annyira szép élőben ez a doboz, ezt így a videókon valamennyire próbálom átadni, szerintem át is jön, hogy mennyire szép, mélyen textúrált ez a furnér, amit használnak, a lakkozás az gyönyörű rajta, az egész úgy, ahogy van szerintem egy kis ékszerdoboz. Úgyhogy azonnal elkezdtem az otthoni új rendszeremet tervezgetni, magamhoz hülyem. Ebben látom azt, hogy ez így méret meg kinézet alapján jó lehet nekem. Ezt még addig nem döntöttem nyilván el, ameddig meg nem hallgattam, de bekötöttem, és full járatás nélkül az első hangtól fogva egyszerűen kész voltam a hangtól, gyönyörű hangja van ennek a Special 40-nak. És hát a Contour 20-i kapcsán nem pont ugyanezt éreztem, mert az is egy nagyon komoly, tehát ez egy komoly hangzás, azt érzed azt, hogy ami most itt le van elét pakolva, ez itt nem az 5 forintos kategória, de ahogy elkezdünk a high-end irányba menni, és a sokaknak szoktam mondani, egy csomó gyártónak a hangzása technikailag papíron elkezd ugye a hótegyenes felé menni, és minden egyes fejlesztés, minden egyes megoldás, amiért mi mondjuk 100 000-eket pluszba kiadunk a másik fejlesztéshez képest, ugye amit olcsóbban megkapsz a gyártók kínálatában, egyre inkább elkezd ugye idézesen laposodni ez a frekvencia görbe, és annál inkább a hűbb, valósághűbb hangzást kapjuk, amiben minimális a színezés, már ami színezés az adott dobozból, hangszóróból, keresztváltóból eredhet. És ezért van az, hogy például egy Contour 20-it meghallgatsz, de nagyon sok más gyártót tudnék mondani, amit tett ugyanez tapasztalható. Hótegyenes, könnyed, transzparens, érzed, hogy high-end hang, majd bekötöd az olcsóbbat, és jobban kiugrik ez a hang, jobban kiugrik az a hang, durvábban hallod ezt a részletet, és megjelenik egyfajta olyan ilyen szórakoztató jelenlét az olcsóbbik dobozban, amit a drágábbiknál nem kapsz meg. És ez miért van? Szokták ezt sokan kérdezni. De ez azért van, mert ez egy színesebb hangzás. És ezzel semmi probléma nincs azért a világon, és nem azt kell választani, amelyiknek papíron nagyobb az igaza, mert a végeredmény szempontjából, ha te otthon összekötöd a rendszeredet, akkor úgyse transzparens, egyenes és fopad jellegű frekvenciátvitelt kapsz, mert ahogy leraksz a szobába egy fejőszéket, vagy nyolc itongot, vagy egy új asztalt veszel, akkor úgyis meg fog változni a hang, hiszen a szoba minden egyes pontja reagál arra, amit te hallgatsz. Szóval ilyen szempontból egyébként szerintem el kell engedni azt, hogy mi az, amit papíron kínál egy termék, és azt kell választani, ami neked a legjobban tetszik hallgatás alapján. Na és amire ki akartam lyukadni, most szegény Contour 20-it egy kicsit ilyen boxjacknak használom, de ellensúlyozni fogom ezt majd egy később egy nagyon alapos beszámolóval. Szóval a Special 40-ba, ami megjelent szín, ami megjelent élvezeti faktor, a hangolás, az a kombinációja több világnak, amit én keresek és imádok, te szívem megdobbant. És az évi párszor mondok ilyet, hogy na ilyenkor vagyok lelkes, ez is egy olyan pillanat, amikor ilyenkor vagyok lelkes. Dynaudio Emit 50 kapcsán voltam borzasztóan lelkes egyébként, mert az levett a lábamról. Ez nem olyan karakter, ez a Special 40, meg nyilván ez egy állványos, kicsi, kompakt doboz, tehát tök mást kell várni tőle. Viszont nagyon páncsi,
kerek, nagy, brutál hatásos mélye van, de azért a kis megfogott, ilyen kis lefolytott módján, tehát ezért nem fog folyni vagy püffögni a szobába egyáltalán, úgyhogy ez az új, modernebb Dynaudio-s kontrollálcsik azért abszolút benne van, de szokásos módon, amit az Emitnél tapasztalni, hogy az lerepül a sapka rólad meglepő módon, na ez ebbe is benne van, ha megtekered a hangerőt, olyan zenén, stb. Stb. Középtartomány. Nagyon furcsa. Egyszerre érzem azt, hogy meleg, analógos, nagyon természetes, de közben valahogy a középszekciónak ezt a felső egyharmadát kihasználja ez a hangolás, és azokat a fajta nagyon apró részleteket, ami a szányítás hangja az énekeseknél, ami az ilyen kis nyomnyogás, ami egy, nem tudom, zongoristának a széke nyikorog, és azt hallod, mint a Hani Arani valamelyik zenéjénél van egy ilyen, hogy hallod, ahogy előre dől tényleg az egyik zenész, talán a csellósnál van, ez már nem emlékszem. Tehát, hogy ezek a részletek, amivel tele van egy csomó zene, tehát ezek nincsenek kitörölve a zenéből, az ott van a felvételen, és ezt egyes rendszer kihozza agresszívan, másik egy picit elnyomja, harmadik jobban kihozza, de lightosan, na és ez a Special 40 azt csinálja, hogy ezeket a nüansz részleteket abszolút eléd tolja, tehát szerintem a középtartomány fölé ki van emelve egy réteg információ, ahol ezeket a mikro részleteket hallol, nagyon egyértelműen, de nem fényesen, nem ilyen kihegyezett szúros módon, hanem van egyfajta melegség benne, és ilyen kis súlya meg teste van mindenek. Szóval a krémes vagy a szirupos az nagyon nem jó jelző erre, de ha csak a pici részleteket nézzük, akkor mivel nem éles, hanem egy kicsi teste van neki mindennek, ezért azt mondom, hogy igen, egy kicsit puhább, kicsit kellemesebb, sejmesebb az a hangvétel, de mégiscsak nagy felbontású. Erre épül rá az a magas tartomány, ami hát még járatos erősen a doboz, tehát mindent egy járatos módon kell felfogni. Magas tartomány nagyon szépen csilingel, van egy kis szép fény a hangkép tetején, nem meleg, nem húzza le egy ilyen fátyol, vagy ilyen lepel az egész hangképet a pincéig, és akkor nincs egy ilyen víz alatti érzetem, hanem szépen mindenki van eresztve és kiengedve, és egy picit jobban csilingel. Jobban színez, mint akár mondjuk a Kontor 20-i, egyértelműen, de nekem ez szórakoztató, és borzasztóan imádom. Amikkel hallgattam a Special 40-t, és ezt tapasztaltam, az a Fez-nek a Silver Luna Prestige csöves erősítője, titániája, és most jön a további 2A3-as Miracetti, kicsi Alfa Lubipivel is meg akarom hallgatni, és az összes különféle csőkészletű erősítővel meg fogom most hallgatni ezt, mert lenyűgöző hangja van. Szóval gondoltam egy ilyen átlagos, előzetes első tapasztalatokat még így járatás közben átadok, és akkor innen megy a folyt köv, mert csomószor az van, hogy mire a teszt végéig érek, addigra egy csomó minden elfelejtek, már nincs a 15 perces videóban idő arra, hogy elmondjam azt is, amit itt az előzetesben. Igen, szóval lehet, hogy már egy kicsit több ilyen jellegű videókat fogok csinálni, hogyha ez tetszik nektek, úgyhogy légy szíves, írjatok meg kommentben, hogy ilyesmiket is csináljak el, vagy inkább csak egy önálló 10-15 perces teszt legyen, aztán fogjam be. Minden info, részlet, árakat megtalálod a gedeonaudio.hu-n, link a leírásban. Ja, és plusz egy info, Instagramon érdemes minket követni, mert rengeteg fotót, videót rakok oda ki, amiket itt csinálok napi szinten. Ez sehova máshol nem kerül ki, még videósortokba ki szoktuk néha rakni, de sokkal kevesebbet, hogy ne zargassam az embereket, akik követnek ezen videók miatt. Úgyhogy ott is érdemes bekövetni, ha kíváncsi vagy ilyesmi hifis agymenésekre.